Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Önök az Egerszegi Estéket, az Alegerszegi Televízió közéleti magazinját látják. Egy szomorú hírrel érkeztem a diákoknak, hiszen már csak néhányat tudnak aludni a nyári szünetben. Szeptember 2-án ugyanis az ország valamennyi általános és középiskolájában becsengetnek. Bizonyára vannak olyan fiatalok, akik nagyon várják már a tanévkezdést, hiszen lehet ismét találkozni a barátokkal. Vannak olyanok, akik izgulnak, nekik lehet, hogy egy új helyzetet kell megoldaniuk, új közösségbe kerülnek, és a szülők között is vannak olyanok, akik várják a tanévkezdést, és vannak, akik kevésbé, hiszen egy szigorú napi rendet kell akkor betartatni a gyerekekkel. A mai első témánk tehát a tanévkezdés. Megtudhatják Kajári Attilától, az alegerszegi tankerület igazgatójától, hogy mi minden vár a diákokra a következő tanévben, hogyan alakul a tanév, milyen változások vannak itt az Alaegerszegen. Ezt követően Pesti Tímea pszichológus érkezik a stúdiónkba, aki abban segít, hogy hogyan rázódjunk vissza a hétköznapokba, hogyan készítsük fel a gyerekeket, és hogyan tegyük számukra kedvezővé azt az időszakot, ami majd ezt követően vár rájuk. És foglalkozunk programmal is, programot is ajánlunk a kedves nézők, akár a gyerekek, akár a felnőttek figyelmébe, hiszen már megszokhatták, hogy augusztus végén kezdődik a vadászati évad, lesz egy évadnyitó, immár hagyományosan a Sohollári völgyben. Ennek is jönnek a részletei a mai műsorban, mindenképpen tartsanak velünk. És én már is köszöntöm itt a stúdióban Kajári Attila igazgató urat, az Alaegerszegi Tankerületi Központ részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Valóban már csak néhány nyugodt nap van a diákok és szülők előtt, hiszen kezdődik a tanítás. Szeptember 2-án hétfőn hagyományosan becsöngetnek az iskolákba. Hol tartanak most az előkészületekkel? Mi vár a diákokra, illetve a pedagógusokra a következő tanévben? Hamarosan kezdődik a tanév. Konkrétan hétfőn gyakorlatilag elkezdjük a következő tanévet, amely egészen június 20-áig fog tartani. Ebben az időszakban a gyereknek lesz lehetőségük, hogy a következő érettségi vizsgára időszakra felkészüljenek, illetőleg az utolsó simításokat megtegyék. Itt a felkonferálásban elhangzott, hogy a gyerekeknek az alvással gondjuk van, mindig az ébredéssel van gondjuk, nem az alvással, úgyhogy jelzem nekik, hogy hétfő reggel igenis fel kell kelni, és be kell maradni az iskolába. Bár a kollégák várják őket, az iskolákat egész jól felkészítettük, az épületeket, rengeteg tisztasági festés volt, így kisebb-nagyobb felújítások, táblákat újra festettük, úgyhogy várjuk a gyermekeket az iskolába. A könyvek is már megérkeztek nagyjából mindenhova, úgyhogy azt gondolom, hogy minden készen áll, már csak a gyermekek hiányoznak az iskolákból. Azt mondhatjuk, hogy a tanév rendje az úgy alakul, mint amit azt már az elmúlt időszakban, vagyis tavaly megszoktunk? Igen, hasonló lesz, ugye, mint említettem, hétfőn kezdődik szeptember 2-án a tanév, amely június 20-áig tart, és ilyenkor a gyermekeknek az első kérdésük első napon általában, vagy nagyon sok gyermeknek, igen, én mondom, hogy talán néni, talán bácsi, mikor lesz a következő szünet? Jelentem, október 25-e az első őszi szünetnek az első napja, tehát addig kell menni iskolába, meg illet egy-két napot pihenni, és utána pedig folytatjuk a tanévet. Az első tanévnek a vége a január 17-én lesz, úgyhogy ennek megfelelően két egyenlő részlet hozva a tanév. Az őszi szünet meg a téli szünet megint ugyanúgy hosszabb lesz, mint ami korábbi évben már megszoktuk, és gyakorlatilag így alakul a tanév. És bízok benne, hogy sok-sok program lesz az iskolákban, önkéntes, illetőleg különböző központi programok, különböző témahetektől kezdve a mindenféle, ami digitális témahét, akkor a pénzhét, de az első az a szeptember végén lesz a Magyar Diák Sport Napja, ami azt gondolom, itt az olimpia után újra nagy érdeklődés lesz a sportolás iránt, és bízok abban, hogy ez nagyon sikeres lesz megint. Hogyan alakulnak a létszámok itt Zalaegerszegen, illetve a tankerületnek az egész területén? 985 új kis diákunk lesz, aki most jelentkezett be az iskolákba, és ebből 366 fő a Zalaegerszegen. Ugye azt mondhatjuk, hogy a tankerületi központ intézményeibe szép száma jönnek az új diákok, nyilván ők már évek óta arra készülnek, hogy átlépik az első lépésekkel, úgyhogy én, mint apuka is ezt várom, hogy a kisebb gyermekem most lépj át először az iskolaküszöbét, úgyhogy nem csak én, hanem nagyon sokan ezt már régóta várták. Hogyha nézzük a gyerek létszámot, akkor változás, nagy változások vannak, vagy általában ez a szám jellemző, stagnál a gyermek létszám? A tavalyhoz képest a beiskola az első létszámunk, tehát az első tanulók szám egy picivel emelkedett, de ez gyakorlatilag statisztikai emelkedés, nem nincs nagy szignifikáns ugrás. Tehát ez várható volt, mert tudtuk, hogy mennyi gyermek van az óvodákban, úgyhogy alapvetően ez nem meglepő. Jelen pillanatban a tankerületi központban 11.400 tanuló van, aki valamelyik intézménynek a hallgatója, vagy éppen kollégista. Csak
úgyhogy abból pedig Zalaegerszegen 5850 fő, aki megkezdi a szeptemberben a tanulmányait. Igazgatóra említette, hogy számtalan intézményben zajlottak kisebb-nagyobb felújítások. Elfér ez a sok gyermek az intézményekben? Erről is gondoskodtak. Az elmúlt esztendőkben ezzel nem volt probléma, és mivel nem túl nagy a változás, azért talán most sem lesz. Az osztályok száma az nagyjából ugyanannyi. Egy kis mozgás van, hogy itt egy osztályok több van, ott egy osztályok kevesebb van, de ez egy normál szervezési kérdés, ami az elmúlt időszakban jellemző volt, de ezt tudtuk már a nyára elején volt ugye a beiratkozás, hogy hol mennyi tanul, ez erre felkészültünk, úgyhogy igazából különösebben nagy problémát ez nem okoz, vagy nagy az előző időszakhoz megszokotthoz képest igazából nagy változás nem lesz, úgyhogy várjuk a gyermekeket, hogy jöjjenek is a iskolában is tanuljanak, és minden jobban tanuljanak. Ugyanis az elmúlt időszakban is beszámoltunk arról, hogy nagyon sok versenyelményünk volt. A gyermekeken, illetőleg a kollégák a múlott, és nagyon jó felkészült kollégákkal várjuk a tanévet. Ha már a kollégákról volt szó, sikerült feltölteni mindenhol a pedagógus létszámot? Igen, a nyár folyamán nem pihentünk, olyan értelemben, hogy folyamatosan hirdettük az állásokat. Ugye az elmúlt időszakban a kormány döntése érdekében ugye volt egy komoly béremelés a pedagógusok részéről. Ezúton is köszönöm, hogy ezzel segítették szervezni a mindennapokat. És azok a kollégák, akik pedagógus végzettsége volt, itt ott alvó pedagógusként máshol dolgoztak, egyre többen jelentkeztek vissza az intézményekbe, tehát elindult a visszavándorlás a kollégák tekintetében, ami azt gondolom, hogy jó. Még van egy-két hely, ami gyakorlatilag napokon belül utolsó simításokat végezzük, és egy oldalói állásokat most fogjuk betölteni, de úgy nézem, hogy alapvetően a tanév mindenhol el fog tudni kezdődni, és lesz kollégák megfelelő számú. Hogyan fogadják a szakmán belül azt a hírt, mi szerint az egyetemi felvételike most az látszott, hogy a második helyre zárkozott fel a pedagógus képzés, vagyis a közgazdász képzést követően a pedagógus képzési rend volt a legnagyobb érdeklődés a végzős középiskolások sorában? Ezt én mind az intézmények fenntartójaként én ezt üdvözlöm. Ugyanis a következő időszakban, ugye igaz, még kell várni legalább 3-4 évet, hogy ők végezzenek, de azt gondolom, hogy nagyobb lesz a merítési lehetőség, és nyilván kell az utánpótlás, mert nagyon sok helyen az oktatást úgy oldjuk meg, hogy nyugdíjas kolléga még vissza-vissza tanít és besegít az ellátásba. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt, hogy ők visszajöttek és segítenek minket, mert tapasztalatuk az van, és ha ők készítik fel a következő generáció pedagógusok kollégáit, akkor azt gondolom, hogy nem lesz különösebb probléma. Bízok abban, hogy minél több kolléga a pályára is fog jönni. Vannak egyébként most is fiatalok pályakezdő pedagógusok? Igen, vannak pályakezdő pedagógusok, és az új szabályok szerint ugye nekik esküt kell tenniük, és most is van asztalon 2-3 olyan papír, akik az egyetemen nem tettek esküdöt, majd most kell a augusztus, vagy a szeptember első hetében, akkor fogom megszervezni sok lesz eskütét. Mi jellemző egyébként a fiatalokra? Hoznak új módszereket? Van új látásmódjuk, és van-e lehetőségük bevezetni ezeket az újításokat, amiket mondjuk ők jónak tartanak, vagy új módszerek, amiket most tanultak? Alapvetően a pedagógiát tekintve egy teljesen más szemléletet visznek egy tantestület életébe. Másképp használják a digitális eszközöket, mint az idősebb kollégák, tehát minden módszer másképp állnak a fiatalokhoz, korban is ugye közelebb állnak hozzájuk, tehát azt gondolom, ez mindig is egy jó dolog volt, hogyha így frissült egy tantestület, de hát ez az életrendje, hogy a fiataloktól az idősebbektől pedig a fiatalok tanulnak, ugye ezt szokták mondani, vagy oda-vissza megy a kölcsönös tudásátadás. Beszélgettünk arról, hogy sok intézményben volt felújítás, voltak itt Zalaegerszegen nagyobbak is, melyeket emelnék ki ezek közül, igazgató úr? Az Ényi Gimnáziumban az elmúlt időszak projektjei lezárultak, illetve új indult így a nyár elején, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag befejeződött, főleg az Ényi Gimnázium kívülről látszik most rajta, hogy az oldalépület is megújult, illetőleg gyakorlatilag készen van a kerítés is, amit hála az önkormányzatnak a támogatással, gyakorlatilag az önkormányzat megépített, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon elegáns környezet fogott most ki, vagy alakult most ki. Bízok abban, hogy a gyermekek jobb kedve mennek iskolába. Ez volt egy nagy beruházás, és akkor valamikor még a nyár elején jártunk az Izsák iskolában, ott a tornateremben volt nagyobb beavatkozás. Igen, ott az én tanulnyitón szeretnénk használatba adni a gyerekeknek. Volt egy nagyobb felújítás, illetve a felső szinten a tornateremnél a karzat teljes mértékben megújult. A munkátok már elkészültek, már csak az átadása vár. Mi a tapasztalat pedagógusoknak, diáknak egyaránt nehéz az iskola kezdés? Az első napok gondolom majd most is ismerkedéssel telnek, és semmilyen korlátozás nincs, mint például a COVID idején, azt megszokhatták. Én azt gondolom, hogy gyermekek életében is, meg a pedagógusok életében is két tanévkezdés van. Egyik, amikor elkezdik a tanévkezdés, az egy át kell állni a megszokott, amikor szól a csengő, illetve amikor átállnak a nyári időszakra, amikor nem szól a csengő.
Tehát amikor kicsit lazább a dolog, mint a gyerekek részéről, mint a kollégák részéről, bár a gyermekek rengeteg táboron vettek részt, mert rengeteg tábor szerveződött, akár önkormányzati szervezésben, akár magánszervezésben, akár az Erzsébet táborokat mondhatnám, de rengeteg tábor szerveződött az intézményekben, és sok-sok gyermek ezen részt vett. Nyilván egy szabadabb volt, de mégis egy szervezett forma. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt a gyermekekre, és a szülőknek is könnyebbség, amikor a gyermekek táborban vannak, mert tudják, hogy felület alatt vannak, biztonságban vannak, és tanulnak, nem mellesleg tanulnak olyan dolgokat, amit korábban intézményben nem, és még jó is érzik magukat. És említette azt is, hogy nem csak a mereven, szigorúan vett tanulásról szól majd a következő tanév sem, hiszen rengeteg program van az iskolákban, amelyekben kipróbálhatják magukat a fiatalok. Igen, lesznek különböző jubilómi évek megint az intézményekben, lesznek különböző sportnapok, stb. Tehát meg az intézmény életétben megszokott programokat többnyire megszervezik az intézmények, és bízok abban, hogy ez zökkenőmentes és ugyanúgy sikeres lesz, mint az elmúlt időszakban. Igazgató, nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy ezúttal is zökkenőmentes lesz a tanévkezdés. Zalaegerszegen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. És köszönöm szépen, és kellemes tanévet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Kedves nézők, most pedig azzal folytatjuk, hogy hogyan próbáljuk meg szerethetővé tenni az iskolát a diákoknak, hogyan készítsük fel a gyerekeket és magunkat, szülőket is természetesen az iskola kezdésre. Köszöntöm itt a stúdióban a televízió állandó pszichológusát, Pesti Tímát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt az utolsó napokban mit tegyünk? Sokat játszunk még a gyerekekkel, sokat próbáljunk meg még kikapcsolódni, még pótolni valamit a nyári szünetből, vagy most már inkább hangolódjunk? Ha jól esik, akkor játszunk, ha jól esik, akkor pedig hangolódjunk. Ez kiki családja válogatja, gyereke válogatja, szülő válogatja. Ahogy ott a családban ez a korábbi időszakban kialakult, és ahogy mondjuk a családban ez korábban már bevált, hogyha nem vált be, akkor pedig azt érdemes végig gondolni ebben a néhány napban, hogy min érdemes változtatni. Esetleg egy tipp, hogy ne csak azt mondjam, hogy persze vissza kell szokni, időben felkelni, ahogy ez már itt elhangzott előttünk, meg időben lefeküdni. Igenis nagyon fontos, hogy jól aludjanak a gyerekek, mert sajnos nem alszanak jól a gyerekek, és ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Biztos, hogy a kütyük használatát azt nagyon-nagyon keményen korlátozni szükséges, alvási időt megelőző időszakban, ez feltétlenül fontos. Itt van valami szám, hogy igen, mennyivel, alvás előtt mennyi idővel hát tegyék óra, le. Másfél-két óra alsó hangon, másfél-két óra, de azért nem csak ez van az alvásra való hangolódásban, hanem tényleg egy lelassulás, egy elcsitulás, egy olyan alvó környezetnek a kialakítása, ami lehetőség szerint ettől a fajta fényforrástól mentes. Hát, hogy ez így fontos lenne. Ez nagyon fontos. Ez a hétköznapokra is teljesen igaz szerintem. Igen, akár a nyári szünetben is lehet ezt, vagy igen, lehetett pontosan, ezt alkalmazni. Pontosan így van, de talán kicsit engedékenyebbek voltak a szülők a nyári időszakban. Most nagyon fontos lenne, hogy annyira most már ne legyünk ezzel engedékenyek, hanem tényleg legyen egy szoktatás, és természetesen mindig a szülő jár elől jó példával. Tehát ez teljesen természetes, hiába mondja, hanem ha ő maga nem úgy tesz, akkor ez nem lesz eredményes. Viszont olyan szempontból, hogy mégis ebben a pár napban mit érdemes átgondolni, talán azt érdemes végig gondolni, hogy az előző tanévből mi volt az, ami bevált, ami jó volt, ami sikeres volt, ami tovább lendítette a gyermeket, ami hozzátett az ő fejlődéséhez, és mik voltak azok a buktatók, amik nem jöttek be. És ez nagyon fontos, hogy egy kicsikét tervezzük meg, akár a gyerekkel közösen, sőt, mi több a legfontosabb, hogy a gyerekkel közösen, az ő korának megfelelően tervezzük meg azt, hogy ő neki mondjuk a következő tanévben milyen céljai lesznek, ő mit szeretne elérni, hogy szeretné érezni magát az iskolában. Ez egy fontos dolog, ugye az, hogy az ő közérzete milyen, az nyilván függ az adott iskola légkörétől, de attól is függ, hogy ő maga hogy áll ehhez a légkörhöz.
Tehát próbáljunk meg a gyerekkel is arról beszélgetni, hogy adott helyzetben mik azok a pontok, ahol egy kicsikét rugalmasabbnak kell lennünk, vagy egy kicsikét feszesebben kellene szabályokat betartanunk. Mi az, ami nekünk ebbe segíteni szokott, mi az, ami általában nem szokott bejönni, akkor hogyan kompenzáljuk ezeket a helyzeteket, mit hogyan hívjunk segítségül, hogy azért mégiscsak egy kicsikét sikeresebbek legyünk. Aztán a hangulaton túl nyilván a teljesítmény. Nem azt akarom mondani, hogy akkor színjeles bizonyítványért kell mindenkinek harcolnia. Hogy aztán utána ezt ki tudjuk tenni a közösségi médiába? Akár, igen, vagy éppen a nagyszüleink nagyon büszkék rá, de hogyha ez örömet okoz, és ez megy, és ez egy valahonnan belülről jövő késztetés, és még egyszer mondom, örömet okoz leginkább, akkor miért ne lehetne? De sokkal inkább az, hogy hogyan állok én az eredményeimhez, hogy mi az, amit értékelek, mi az, amit nagyra értékelek, ha sikertelenségeim vannak, akkor azokat hogyan tudom korrigálni, hogyan tudom javítani, és akkor erről is lehet egy kicsikét beszélgetni a gyerekekkel, hogy akkor na, ezt a következő időszakban hogyan próbáljuk meg együtt megcsinálni. Aztán a társaimmal való viszonyom, hogy milyen legyen, ez is egy fontos dolog, főleg középiskolában, vagy ott, ahol új iskolakezdés van, új osztályba kerülés, új közösségbe kerül a fiatal, ott is érdemes ezen végig menni, hogy mik voltak a sikeres stratégiák korábban az életemben, én hogy szoktam barátkozni, hogy nem. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ne szigetelődjenek el. Nagyon fontos az, hogy már otthon próbáljuk meg segíteni őket abban, hogy hogyan kapcsolódjanak a többiekhez. És adott esetben, hogyha nem megy valami, ha nehézségük van, ha probléma van, ne adj Isten, iskolai bántalmazást tapasztalnak, akár annak elszenvedői, akkor mi a módja annak, hogy ők ezt kommunikálni tudják a felnőttek irányába, és tudjanak segítséget kérni. Ez a kommunikáció nagyon fontos, azt gondolom, hogyha valakinek már nagyobb gyermekei vannak, uh-huh. a kicsik még hazajönnek, csacsoknak, ez volt, ez történt, velük még ezt el lehet érni, hogy ők megnyíljanak, de nagyon sokszor a nagyobbak már bezárkóznak, és jönnek, uh-huh. milyen volt az iskola? Jó. Mi történt? Semmi. Tehát körülbelül ezek a kérdés-válasz. Hogyan tudjuk arra késztetni a gyerekeinket finoman, uh-huh. hogy nyíljanak meg, és tényleg, hogyha valami probléma van, akkor mondják el, és ha valami őket uh-huh. bántja, azt mondják el. Hát először is egy kicsikét a csúnya, és nem mindenki által szeretett kifejezés, de hogy proaktívnak lenni. Tehát, hogy pont ez egy ilyen tervezési lehetőség, hogy végigbeszéljük azt, hogy ez korábban hogy volt, mit tapasztaltunk a gyerekkel együtt, a szülő, hogy voltunk mi ketten ebben a szituációban, hogy éltük túl. Az se baj, hogyha a szülő a saját életéből hoz példákat, és elmeséli, hogy tudod, amikor én ennyi idős voltam, mint te, nálunk ilyen, meg ilyen, meg ilyen dolgok történtek. Nálatok ez hogy volt? Ez eléggé meg szokta nyitni a gyerekeket, tehát előzetesen, ha lehetséges, de hogyha nem megy, akkor az a technika, amit itt már nagyon-nagyon sokszor szerintem ebben a székben elmondtam, hogy mint egy jó riporter, megkérdezem tőle, és nem azt, hogy mi történt az iskolában. Az a baj, hogy ez egy olyan kérdés, hogy mi történt az iskolában. Semmi. Hát mi történt? Hát borzasztó sok minden történt, nem tudok kiragadni belőle egyet, hát semmi. Kész. Tehát különböző szülő vagy, úgysem érted, felnőtt vagy, meg már így nem tudom, öreg vagy, meg egyáltalán, tehát nem is, tehát hogyan, nem. Ugye ez nem jó kérdés, sokkal inkább jó kérdés, hogy na, mi van a Lacikával, a Pistikével, na, akkor hogy lesz az a kémia, na, milyen lett az osztályterem, szóval, hogy valami sztorit kapcsoljunk hozzá, és akkor ezen a sztorin keresztül induljunk el, esetleg nem a közvetlenül a saját gyermekünknek a dolgára kérdezünk rá, hanem közvetetten arra, hogy na, és akkor az osztályban mi az, ami történt, kivel mi történt, és akkor ezen keresztül egy picikét így a baráti kör, ismerősi kör, osztálytársi kör feltérképezésén keresztül eljutunk odáig, hogy akkor ővel mi is van valójában, és hogy mi az a közeg, ami őt körülveszi. És akkor még egy fontos dolog, az iskolán kívüli időszaknak a tervezése. Mérlegelés tárgyát képezi, hogy ki hány külön órára szeret járni. Az egy fontos dolog lenne, hogy határozzuk már meg, hogy mi a célunk ezzel a külön órával. Mit akarunk elérni? Mit akarunk elérni azzal, hogy zongorázni tanulunk? Mit akar a szülő? Igazándiból ez is fontos lenne, hogy a szülő tisztázza le saját magában, hogy az a külön óra mit vár el, hogy mit adjon hozzá a gyermeke életéhez. Hogy élmény szeretne,
vagy valamiféle készséget szeretné, ha fejlesztene, szeretné, hogyha olyan készség fejlődne, ami aztán valamilyen tanulási képességet a későbbiekben megtámogat, de hogy legyen célunk, legyünk tudatosak ebben, ne az legyen, hogy mert most nagyon divatos, ezért nem tudom hányféle külön órára járatjuk a gyereket, és akkor azt vesszük észre, hogy este 7:30-kor hazaesik, és 7:30-tól egy általános iskolás korú gyermek mondjuk este 10 óráig ül a könyvek fölött, és hát ez nem biztos, hogy az az élet, amit szeretnénk, hogyha ő ennyi idősen élne. És nem is biztos, hogy a gyerek választása, és egy másik kérdés, hogy mennyire erőltesse rá a szülő a saját akaratát, vagy a saját, az én koromban kimaradt, most neked szeretném megadni dolgot, ez mennyire jó út? Igen, én azt gondolom, hogy meg kell kínálni a lehetőséggel. Egy-két, ha a megkínálást elfogadja a gyerek, akkor nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy ő abban tud-e jól lenni. Ténylegesen jót tesz-e az neki. Ő élvezi-e, mennyit veszel a délutáni időből, a szabadidőből, a pihenési időből, érdemi pihenési időből, mennyit veszel. Ezeket érdemes mérlegre tenni, és hogyha ez pozitív, ez a mérleg, akkor ezt csinálni kell. Viszont ha a gyerek egy idő után azt mondja, hogy elég volt, talán ott érdemes megfontolni, megvizslatni, hogy mi miatt elég, időben, társaságban, maga a tevékenység nem hozta meg a várt eredményt vagy sikert, és végig kell gondolni azt, hogy na akkor most egy kicsit kitartásra nevelem a gyereket azzal, hogy egy picikét még maradj benne, és akkor nézzük meg, és akkor adok egy határidőt, és azt mondom, figyelj csak, ezt a hónapot még járd végig, és akkor a hónap végén leülünk, és megdumáljuk azt, hogy na akkor te hogy érezted benne magad, én mit láttam, te mit láttad, adjunk neki még egy esélyt. Szóval, hogy ezek a közös döntések, ezek legyenek meg, és ezeket még ebben a pár napban igazán meg lehet tervezni. És még egy, még mindig van, a szociális kapcsolatok, a társas kapcsolatok a gyerekek életébe, ami túlmutat mondjuk az edzésen, ami egy nagyon jó megtartó erő tud lenni egyébként egy erős iskola mellett mondjuk, meg egy gyenge iskola mellett is egy nagyon-nagyon klassz megtartó erő tud lenni egy megfelelő sportcsapat, vagy nézzük meg azt, hogy a gyerekemnek a baráti köre azok a fiatalok, akikkel ő lóg délutánonként, esténként, esetleg hétvégenként, ők milyen értékrendet képviselnek, és egy kicsikét ezt is beszéljük végig velük, hogy figyelj, hogy szeretnéd idén, hogy legyen? Hogy mit gondolsz, hogy ez hogy lesz jó? Tehát, hogy mi volt az, ami nem volt igazán klassz az elmúlt időszakban, és amin egy kicsit változtatnunk kell? Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, azt gondolom, hogy szeptemberben vissza kell térnünk a témára, viszont talán mondhatjuk azt összefoglalva, hogy beszélgetés, ez lehet az alap. Közösen meghozni a döntést, nem ráerőltetni, hanem meghallgatni és közös döntést hozni, talán ez a legjobb tanácsadás. Igen, odafigyelni egymásra. Ez a kulcs szó. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És ha már mindenki felkészült a tanévkezdésre, vagy nem, sikerült már beszerezni a szükséges kellékeket, vagy nem, lényeg az, hogy augusztus 31-én érdemes megállni egy pillanatra, hiszen van egy fantasztikus program Zalaegerszeg közelében, amin érdemes ott lenni az idei esztendőben is. Köszöntöm a stúdióban Győrvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara, Zala vármegyei területi szervezetének titkárát. Jó estét kívánok! Jó estét, csokolom! Mert hogy megszokhattuk, hogy ahogy kezdődik a tanév, úgy kezdődik a vadászati évad is. Így van, a vadászati évad nyitó, ami speciálisan Zala vármegyére jellemző, csak ugye ez a zalai gimszarvasnak, a nászának a kezdetét jelenti, és hát ezzel szeretnénk úgymond a hivatásos állományunknak, a vadászainknak egy ünnepélyes évad nyitó keretébe úgymond a gimszarvas vadászatának a szezonát megünnepelni, a nyitányát. Ha már itt a gyerekekről volt szó az előttünk lévő két vendégnél, hát én azt gondolom, hogy tényleg érdemes lesz soha árba kijönni, mert a szakrális részek délelőtt le fognak menni, tehát ez a Szent Hubertus misét értem, illetve az ifjú vadászok avatását, és utána 11 órától késő estig csak a gyerekeké lesz a terep, ugráróvár,
kutyás bemutató, íjász bemutatók, illetve légpuska lövészettel várjuk a ellátogatókat. Hát illetve hát nem csak a gyermekeket, hanem ugye a szülőket is, mert most egy ilyen vásári forgatagot is le fogunk hozni a völgybe, ahol különböző vadászathoz kapcsolódó szakmai kiállítások lesznek, hát illetve meg minden olyan, amit mondjuk a gyermeket érdekelhetne, a vattacukortól kezdve a kis kütyű árusig, ahol el fogja tudni magát foglalni a gyermek, hát illetve meg a szülők is, mert úgymond lehetőséget fog biztosítani, mint az Alaerdő ZRT, akinek ugye a területén fog megvalósulni ez a rendezvény, illetve azok a úgymond vendéglátó egységek, akik vadpörköltet fognak főzni, és ott lehet vásárolni, illetve hát, ha van szerencsénk és ismerősünk, akkor a vadásztársaságoknál, akik kivonulnak és főznek, ott meg is lehet esetlegesen kóstolni ezt a vadételeket. Ez egy szép kis lezárása lehet a nyárnak, hiszen a programokat tekintve még a nyarat idézi, de közben már észleljük, hogy kezdődik az ősz. Milyen évadra számítanak idén Zalában? Hát bízom benne, hogy jó, hát amilyen melegek vannak manapság, bízunk benne, hogy a gímszarvasnál a szerelem azért előbb-utóbb lángolni fog, és elég sok vendégvadászt várunk a vármegyénkbe, és hát bízunk benne, hogy hírét viszi a világ minden tájába az alai gímszarvasnak a kiválóságát. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Ha jó időjárásunk lesz, tehát viszonylagosan az esték már hűvösebbek lesznek, akkor biztosan, hogy nagyobb eséllyel fog a hivatásos állomány a vendégvadásszal kimenni, és esetlegesen elejtést tenni. Majd meglátjuk, ez mind a jó Istentől függ, illetve az időjárástól. Hát meg az arai vadászok képességeitől, hiszen... az a rendben van. Az rendben van, és nagyon sokan jártak a korábbi időszakban vadászni ide Zalába. Azért itt nem volt változás, ugye, az elmúlt éveket, hogyha tekintjük. Nagyon kedvelt még továbbra is a vadászok körében az alai erdő. Igen, hát ugye azt tudni kell, hogy vendégvadásztatást, az most nem csak a külföldieket értjük egyébként rajta, hanem már elég sok belföldi vendégvadászt is tud Zala megye fogadni. A tendencia az még mindig egyébként az, hogy a német ajkú vendégek vannak többségben, tehát Svájc, Ausztria, Németország, Benelux államokban, de hát a határaikon túl a magyar lakta területekről is elég sokan jönnek ide hozzánk vadászni. Felvidékről, Csehországból rendszeres csoportok jönnek, és tudunk is fogadni. Bízom benne, hogy kerül majd olyan gémbika terítékre, ami országosan, és azt merem remélni, hogy az első ötbeben lesz, meglátjuk. Tehát a természetet megérteni sose fogjuk tudni, csak próbálkozunk. Ha jó Isten velünk van, akkor fogunk tudni vadásztatni, és elég magas pontszámú gémbikákat terítékre hozatni a vendégvadászokkal. Mennyire divat ma még a vadászat? Ezeken az évadnyitókon a ifjú vadászokat is köszöntenek. Mennyire jellemző, hogy a fiatalok választják ezt az időtöltést? Hát ezt két részre osztanám. Az egyik azt, amit gyerekként valahonnan a családból hozzuk. Ezt valahol megfertőzi a gyermeket ez a tevékenység. A másik meg az, hogy elértem már egy státuszt, és szeretnék valamilyen olyan sportágat vagy hobbit magamnak, amiben természetközelségbe tudok kerülni. És ez ilyen a vadászat-vadgazdálkodás. Ugye minden évben a Szent Hubertus mise, az ifjú vadászok avatása előtt van. Pont az a lényege neki, hogy akik levizsgáztak az elmúlt időszakban bárhol a Magyarország területén, akkor ide eljöhetnek hozzánk, és mi ifjú vadásszá avatjuk őket, aminek van egy ceremóniája, ami ma 33 éve működik egyébként, tehát ez pont egy krisztusi korba fogunk kerülni most augusztus 31-én. Ez a ceremóniának a lényege, hogy egy szarvasgyilokkal a Faragó professzor úr, tehát a Soproni Egyetemnek a nyugalmazott egyetemi tanára fogja őket vadásszávatni, egy kis példabeszéddel, amit ha megfogadnak, akkor igaz vadászokkal, igaz természetszerető emberekké tudnak válni. Az, hogy mennyire népszerű, azt még az is jelzi, hogy egyre több hölgyet tudunk levizsgáztatni, illetve tudunk vadászszálvatni, tehát a, úgymond a gyengébig nem is érdeklődik ez a tevékenység iránt. Összességében egyébként, amióta ezt a
posztot be tudom tölteni. Azóta emelkedik a vadászok létszáma Zalába, illetve hát egyre többen jönnek, tehát egyre több a vendégvadászok száma is a megyénkbe, ami azt gondolom, hogy turisztikai szempontból is biztosan jó, hát illetve meg azért tudni kell, hogy ebben a vadászati szezonban elég magas létszámot írt elő a szakhatóság, amit a területről a vadászati jogosultaknak úgymond be kell termelnie, és ebbe segít a vendégvadászat is. Nagyon szépen köszönöm a kis programajánlót, tehát aki érdeklődik a vadászat iránt, vagy csak szeretne egy jó programot eltölteni, nekik ajánljuk augusztus 31-én, tehát a Sohollári völgyet és a vadászat évadnyitót. Attilának köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ennyi volt már az Egerszegi Esték, viszontlátásra. Műsorvezetőnk sminkjét a Barbie Kozmetika, frizuráját Kocsis Renáta mesterfodrász készítette. A műsorvezetőt a Margó Szalon öltözteti. A műsor támogatója a Zala Müllex Kft.